Sziasztok! Hello! Hello! Hú, de sokan vagyunk. Jó estét, sziasztok! Hello! Ja. Sziasztok! Hello. Szia! Szerintem lassan elkezdjük. A ti is benne vagytok. Sziasztok, jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit. A Juhász Gyula Ifjúsági Klub és a Pozsonyi Magyar Szakkollégium közös szervezésében megvalósuló író-olvasó találkozón, ahol vendégünk Gyurica Katarina. Jó magam, Tobádi Csilla vagyok, a Juhász Gyula Ifjúsági Klubnak az elnöke, és én fogom vezetni ezt a beszélgetést. Mielőtt bármiben is belekezdenénk, szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a beszélgetés rögzítve lesz. A felvételt a Pozsonyi Magyar Szakkollégium belső használatra készíti, a Juhász Gyula Ifjúsági Klub viszont megosztja a YouTube csatornáján is. A résztvevők, vagyis ti, önök, a maradásatokkal automatikusan hozzájárultok ahhoz, hogy a nevetek, esetleg képetek, hogyha be van kapcsolva a videó, megjelenhet vagy feltűnhet a videóban. Akinek esetleg az előadás közben kérdése lenne, az nyugodtan felteheti a chatben, vagy akár, hogyha úgy érzi, közben is szólhat. Aki nem szeretne beszélni, azt megkérném, hogy kapcsolja ki a mikrofonját, hogy ezzel se zavarjuk a beszélgetést.
És hát akkor újból üdvözlöm szeretettel körünkben Gyurica Katalinát, aki a mai est vendége. Az esemény címe adom, hogy kiadtad, és nem véletlenül adtuk ezt a címet ennek az eseménynek, és az sem véletlen, hogy Adnám, ha kiadnád névre keresztelt programunknak a folytatásaként szántuk, ugyanis ott arról beszéltünk, hogy hogyan is kell nekiállni ennek, ha valaki szeretne egy könyvet kiadni. És hát, Kati, te már jó pár könyvet kiadtál, hála Istennek, és olyan témákat boncolgattál benne, amit előtted nem nagyon tette ezt már, és úgy gondoltuk, hogy ezért lenne megfelelő ez a cím. De ne ugorjunk rögtön a közepébe, hiszen idáig gondolom vezetett valamilyen út. Sok mindennel foglalkoztál már, és kicsit mesélj nekünk erről, hogy hogyan jutottál el idáig, hogy te írónő leszel, és ilyen témákról fogsz írni. Sziasztok! Hát nem tudom, ilyen nagy általános kérdésekre mindig úgy zavarba vagyok, hogyha válaszolom kell. Én Somorján születtem, ott nőttem fel, Somorjai Gibibe jártam, aztán művészettörténetet tanultam, ami lehet, hogy nem volt annyira jó választás, az már így feltűnt az évek alatt, de elvégeztem. De így a mai napig álmodom arról, hogy nincs meg valamilyen vizsgám, és kidobnak, és mi lesz akkor. Úgyhogy sok ilyen, sok fura hozadéka volt ennek a nagyszombati 5 évnek. Én teljes szlovák közegben, nem igen tudtam szlovákul, nem igen tudtam behozni. Ezt a lemaradásomat ott nem volt elég szlovákul tudni, hanem így ilyen gyönyörűen ki tudták magukat az osztálytársaim fejezni, meg valahogy így mindig hátul kullogtam. És ez szerintem sok regényemben ez ilyen visszatérő vonal. Dolgoztam sokat arab országokban, már az első éves voltam, amikor úgy döntöttem, hogy a nyarat nem akarom otthon tölteni, és akkor a létező összes szlovákiai utazási irodának elküldtem az életrajzomat azzal, hogy itt vagyok, van nyáron szabad 3-4 hónapon, szeretnék idegenvezető lenni, és hát természetesen idegenvezetőnek senki nem vett föl, de mondták az egyik utazási iroda, hogy animátorokat keresnek, és akkor volt egy ilyen casting, ahol kiválasztottak, és nyugdíjas német csoportoknak tartottam vízi aerobik órát, meg a gomba, ilyen gombaóvi volt ott is, mi gombaszögön. Ott voltam egyszer egy egész szezont, és a turisták gyerekére vigyáztam. A kis medencébe próbáltuk őket így életbe tartani. Úgyhogy ilyen munkáim is voltak. És mondjuk ezek az élmények bekerültek az első regényben. Meg hát valahogy mindig így írni akartam, meg hogy voltak ilyen, nem is tudom, ilyen grafomán dolgaim, hogy mindig vezettem naplót. Nehéz szerintem az ilyen kérdésre megadni a választ, hogy hol lesz valakiből író, meg hogy mikor döntött el, vagy hogy folyt ebbe bele, meg hogy honnan is indult. Valahogy így alakultak a dolgok. Mi motiválta arra, hogy ezt a témát válaszd, amiről írsz, ugye egy nőket helyezed a középpontba főkép, és a női sorsokat. Miért épp ez a téma, hogy nem féltél attól, hogy milyen fogadtatása lesz esetleg, ugye nem kimondottan egy tipikus írói téma ez, és egy elég nehéz téma is, komoly feldolgozást is igényel. Most gondolom a rendes lányokra gondolsz, hogy ott voltak a... Tehát így adta magát a helyzet, hogy én nő vagyok, ismerem a nőket érintő kérdéseket, problémákat, és akkor nyilván nőkről fogok írni. És akkor voltak ilyen rossz irodalmi emlékeim, hogy amúgy nagyszerű regények, vagy amúgy szuper olvasmányi élmény, de viszont a férfi írónak a nő alakjai, azok olyan elfuseráltak voltak, annyira így a valóságtól távol álltak minden mozzanatukban, hogy szerintem az nagyon nehéz, hogy egy férfi író akart nőről, vagy nőíró akart férfiről, azért az keveseknek sikerül. Mindig gyakran mondom, hogy Hemingway, akit ilyen zseniálisnak írónak tartunk,
ő, azok a nők, akiket ő megalkotott, hát vagy semmit nem tud a nőkről, hát valószínűleg nem sokat beszélgetett velük, de hogy azokban. Szóval, hogy még most is sok ilyen sztereotípia él, hogy a nő ezt szereti, a nők így gondolkodnak, meg úgy gondolkodnak, és aztán elég sok nő vesz körül, barátnők, ismerősök, meg nőket csetelek, meg nők fordulnak hozzám, és azért az nagyon más. Említetted is, hogy ez a idegenforgalmi kis tapasztalat motiválta az egyik könyvednél, és ez a Szökés Egyiptomban, ugye? Igen, igen. És miért épp Afrikából indítottál, vagy miért érezted úgy, hogy ezt a témát ezt fel kell dolgozni, és szeretnéd ezt feldolgozni és megírni? Hát 19 éves voltam, amikor kimentem Egyiptomba, és az így abban az időben elég sok ilyen terrorista merénylet történt az országban is, és emlékszem, hogy anyukám még így zakogott kint a reptéren, hogy ne menjek, meg hogy mi lesz velem, meg hogy alakulnak majd a dolgok, de hát hála az égnek nem történt semmi. De belecsöppentem egy olyan világba, ami ilyen teljesen más volt a megszokottól. Fehérként, arabok közt, nőként, egy férfi világban, nem vettek komolyan, meg hát olyan érzésem volt, hogy nem is vagyok kapcsolatban nőkkel, hogy csupa férfi, meg fiú kollégám volt, más nyelvet beszéltünk, és most nem kifejezetten az angolra, vagy erre a spagetti inglésre gondolok, hanem hogy én mondtam valamit, ők azt általában félreértették, én se értettem, hogy ők mit mondanak, ez a kézzel, lábbal. De annyira izgalmasnak tűnt mégis, hogy itt vagyunk, nem is olyan messze egymástól, és ilyen semmit nem tudunk egymásról. És akkor volt az, hogy én elkezdtem így írogatni, először csak így barátoknak, megírtam, hogy éppen mi történt velem, ilyen kis szösszeneteket, odautálom ezt a szót, aztán most mégis használom. Szóval, hogy csak ilyen kis történeteket, beszámolókat arról, hogy éppen hogy tennek a mindennapjaim, meg írtam egy napilapnak is róla, és de az a napilap mindig valami olyasmit akart tőlem, amit abszolút meg lehet érteni, hogy mondjuk a Mubarak újraválasztása, milyen a közhangulat Kairóban. És általában ilyen közéleti témákat akartak, hogy olyat vártak tőlem, hogy azt dolgozzam fel. Én meg inkább ott voltam olyanokkal, hogy egy csomó minden mással, mondjuk buszon utaztam, ami busz már rögtön úgy indult, akkor indult, amikor megtelt, szóval nem volt olyan, hogy 5 órakor indult be a városba, vagy a városon keresztül egy busz, hanem úgy elkezdtünk várni, amikor megtelt, akkor így a sofőr elindult, és egyszer utaztam egy lányjal, aki elég jól beszélt angolul, és akkor így feltette csomó kérdést, mert igazából nyugati nőt, ugye ő szemükben mi nyugatiak voltunk, az csak így a tévében látott, azok ilyen MTV-s, nagy bugyiba, színpadon ugrándozó sztárok, és egy csomó kérdése volt, olyan kérdések, hogy én teljesen lehidaltam, hogy atya élet, hogy tényleg nincs a két világ között semmilyen párbeszéd, vagy semmit nem tudunk a másikról. És hát ő, na és az ilyen kis történetek voltak azok, amik így, amire én azt mondtam, hogy fú, milyen izgalmas, és akkor volt egy olyan életszakasza. Volt egy olyan életszakaszom, hogy megismerkedtem a mostani férjemmel, és akkor felmondtam, ott hagytam a pozsonyi munkám, és összeköltöztük Budapesten, és akkor én azt mondtam, hogy most itt vagyok, itt vagyunk ebben üres lakásban, itt vagyunk ketten, a férjem elment reggel dolgozni, és én nem akartam semmit dolgozni, nem kerestem semmit, azt mondtam, hogy mindig írni akartam, most akkor vagy megírom ezt a könyvet, vagy hát megírom ezt a könyvet, és addig korbácsolom magam, még ebből valami lesz, vagy most írom meg, vagy soha. És ezt a soha dolgot, ezt így, hát én nagyon rettegtem, és akkor befejeztem, és megírtam. És mikor megszületett a fiunk, azt hiszem, azután pár hónappal meg is jelent. És egész nagy sikere is lett, ugye, olvastam. Nem! Szavak fordítása, sikerlistás volt, úgyhogy azért, na. Igen, és a következő volt aztán a szlovákul szeretni, hamar szlovák sikerlista, szlovákul szeretni.
Azért azt a szlovákus szeretnél, most már mindenkinek így kijavítom, ilyen kis csillagot tennék oda, hogy a szlovákus szeretnivel a minden idők legrosszabb címét megalkottuk. Hogy az ilyen abszolút olvasó, taszító cím lett, ugye szlovákiai magyarokról szólt, felvidéki közönségnek, nyolc mondom, hogy íródott, mert nyilván nem, de hogy a felvidéki írónak a könyve, ami felvidékiekről szól, és nekik szól, mert hogy azt akartuk volna, hogy ők vegyék a kezükbe, és olvassák el, mert ilyen címet adni, de én emlékszem, hogy ott ültünk bent a kiadóban, és akkor jöttek ezek a nagyon nagy kreatívok, amik mindig utolsó percben megjelennek, és akkor ilyen flipchart, meg minden, és akkor jöttek ilyen zseniális ötletek, és emlékszem, nem az én ötletem volt, de meggyőztek, mert mondták, hogy a szeretni, bármilyen könyv, amiben benne van ez a szó, hogy szerelem, vagy szerető, vagy valami ez bármilyen ragozási formában, akkor az ilyen plusz eladott, nem tudom, 3000 példányt jelent. Már akkor is ilyen szkeptikus voltam, hogy hát azért ez... Na mindegy, belementem, akkor volt még ilyen fiatal voltam, naív, és hittem az öltönyös 40-es, 50-es férfiaknak, ma már ezt nem tenném, nem teszem, meg okos vagyok. Na de akkor ebbe belementem, és akkor így lett a szlovákus szeretni. És belevágtam a kérdésedbe, hogy bocsánat. Semmi baj. Nagyon jó, örülök neki. Milyen címet adnám most neki, ha már így ez felmerült? Igen? Milyen címet adnám most? Ja, milyen címet? Jaj, nem tudom. Biztos valamilyen. Úgy Afrikában indul a történet, műkincs kereskedés, szál is van benne, biztos valamilyen kalandosat, valamilyen Indiana Jones-ra hajazós, nem is tudom. Hát biztos nem ilyen szlovákul szeretni. Igazából pontosan ez lett volna a kérdésem, amit most így felvetettél, hogy így ez már úgy kicsit Afrika is benne van, de kicsit azért úgy felvidék is benne van, hogy már így elkezdted vegyíteni a kettőt, és olvastam a weboldaladon, hogy Csehszlovák kaland afrikai kitérővel, és hogy ez így egész jó hangzik. Miért érezted azt, hogy már úgy húzott hazafele ez az írásvonal, vagy úgy a téma? Én mindig külpolitikai, vagyis háborús tudósító akartam lenni, és mindig ez ilyen aranyhalszerű, hogyha kifognád az aranyhalat, és bármilyen dream jobot kérhetné tőle, akkor én biztos, hogy azt mondtam volna. És hát mindent megtettem azért, hogy én legyek az, akit kiküldjenek. És ugye ez, ahogy lenni szokott, amikor elértem már oda, így a szakmai karrieremben, akkor én mondtam azt, hogy nem, és mégsem ezt a utat választottam. Na de ez a háborús tudósítás, meg valahová elmenni, ami innen tőlünk exotikusnak tűnik, vagy mesésnek, valamilyen másnak, mindig nagyon vonzott a sivatag, Egyiptom, meg Afrika, hát teljesen szerelmes voltam Afrikának. Annyira úgy éreztem, hogy ami messze van, az izgalmas, az jó, ott sok minden történik, azt be lehet mutatni, arról beszélni lehet. És ami itt van nálunk, azt ugye mindenki tudja, hogy otthoninak nincs nagy varázsa. Otthon az ilyen megszokott, unalmas, hétköznapi, középszerű, nincs itt semmi látnivaló. És aztán, amikor olyan húzamosabb ideig voltam otthon, megszülettek a gyerekeim, sokat jártam haza a szüleimhez, Somorjára, Csallóközbe, hogy barátaimat látogattam, kisgyerekes anyukákat, akkor jött így a rendes lányok gondolata is, meg akkor jött az, hogy Atya Isten, az otthon is van ugyanolyan izgalmas, otthon is van annyi téma, sőt, mert lehet, hogy még sokkal több, és én vagyok az, aki hitelesen tud erről beszélni, hiszen ez az enyém, ez én kultúrám. Én Afrikáról, meg a ilyen nagy külpolitikai dolgokról mindig csak ilyen felületes, ilyen pár infót tudok mondani. Mindig meg lesz ennek ez a nyomorporno hangulata, vagy szájíze. És igazából ez a hazatérés, hogy itt van ez a nép, itt ez a kultúra, itt ez a én vidékem, ez a én családom, az én közegem, amiről írni szeretnék.
Kaptatom közben a mikrofonomat, bocsi. Szóval revesgetted Marit a rendes lányok csendben sírnak művet, amivel végül is teljes mértékben hazatértél, és amúgy említetted is, hogy te voltál az, vagy az, aki hitelesen tud erről beszélni, és szinte közvetlen közeledből, Dunaszerdahelyről választottad ezt a témát, hogy jött ez a téma, vagy hogy talált meg téged ez a téma. Ugye itt a maffia, Dunaszerdahelyi maffiáról van szó ebben a könyvben is, és hát nőkről természetesen, női sorsokról, hogy ére, igen, hogy talált meg ez a téma téged, vagy miért épp ezt választottad? Hát így ilyen konkrét pontot nyilván nem tudok mondani, de van egy ilyen konkrét helyzet, hogy Somorján voltam, és kozmetikusnál. És de ezt különben mindenkinek ajánlom, hogy a szépségszalonok az így le vannak kezelve, meg mindig ilyen, mindig csak így legyintenek, hogy ott semmi izgalmas nem történik. Én esküszöm, bármilyen választás előtt, mikor még az Indexnek tudósítottam, vagy a Kitekintőnek elmentem Somorján a kozmetikai szalonba, vagy pedig fodrászhoz, akkor ott eltöltött másfél óra után ilyen szinte tűpontos exit poll eredményeket kaptam. Ott egyszerűen összegyűlik a környéknek a nagy tudása, és ott egyszerűen belelát az ember abba, hogy gondolkodnak emberek, és utálom ezt a átlag ember, vagy egyszerű emberek, hanem így sokkal univerzálisabban. Szóval akkor is szerintem valamilyen választásra készültünk, úgyhogy ez is erősen motivált, hogy elmenjek egy rendes arckezelésre. És amikor ott feküdtem, és nem is sem a szemöldökömet igazították, vagy valami ilyesmi, akkor ott volt a szalonban egy nő, aki ilyen nagyon cserfes volt, nagyon sokat beszélt, folyamatosan arról beszélt, hogy milyen nagy takarítás lesz náluk a hétvégén, hogy milyen nagy bulira, vagy valami születésnapra készülnek, és hogy jön a lánya, és ki mindenki érkezik hozzájuk, mit fog sütni, főzni. És akkor a végén így ezt még lezárásképp elmondta, hogy milyen kár, hogy nem lesz ott a fia, hogy ezt nem élhette meg. És még oda tette azt, hogy milyen áldott jó gyerek volt. És akkor volt egy ilyen pár másodperc, hogy megfagyott a levegő a szalomban, és hogy így én is kinyitottam a szemem, emlékszem, hogy ránéztem a kozmetikusra, ő is így vissza rám, és akkor így kerestük egymást kapcsolódási pontjait, és aztán ment ugyanúgy minden tovább, a nő beszélt, ugye semmit nem vett ebből az egészből észre. Akiről ő beszélt, az ő fia, az a környék egy retteget haramiája volt, egy vadállat, egy gangster, egy mafióz, egy véreskező, most nem akarom így jelzőket sorolni, de el tudjuk képzelni, hogy szóval egy olyan férfi, egy olyan fiú, aki 20-as éveiben így a legundorítóbb dolgokat vitte véghez, és aztán ilyen nagyon csúnyán ért véget a ő pályafutása. Hogy mindig, mikor ilyen helyzetben beszélek, akkor valahogy mindig odafigyelek arra, hogy ne legyen senki felismerhető a történetbe, úgyhogy most nem mesélem el, hogy ő hogy végezte, de keményen. Na és ez volt ez az a pillanat, hogy ami szintén hozzásegítette ahhoz, sok ilyen pillanat volt még így a Dunaszerdai járásban, ami így arra sarkadt, hogy itt ez a időszak, amit így nem tettünk helyre. Hogy mondjuk itt ez az anyuka, aki a mai napig nem mondja ki a nyilvánvalót. Nem mondja azt, hogy az én fiam az egy vadállat lett, ő mafiózó lett, hogy ezeket így már nem is tudtam. Én azt nagyon sok ilyen anyukával beszélgettem, és hát a fele az így hárított, de a másik fele meg így valahogy úgy volt vele, hogy kinek mondta volna, vagy hogy mondta volna, vagy nincsenek rá szavai, nincsenek frázisaink, vagy olyan nagy tabu, vagy olyan nagy hallgatás. Szóval, hogyha egy nő így kiállt volna így egy családé, vagy egy temetés után, egy toron, vagy bármilyen születésnapon így a többi barát elé, hogy már pedig a Rolika ez meg ez volt,
hogy sokkal jobban, sokkal könnyebb volt nekik az élet így, hogy ők ezt így tudták, elfogadták, ezt soha nem tudták feldolgozni, vagy hát nem azok, akikkel én beszéltem, ezt így mindenki hozzáteszem, nekik így nehézségeik voltak ezzel, de hogy... Ugye ezzel nem beszélünk róla, mindenki tud valami, de úgy senki nem mondja ki konkrétan, meg... Na és ezzel a... Tegyük már a dolgokat a megfelelő dobozba. Ez volt az egyik motiváció. És hogyan pukkant arra azokra az emberekre, akik szívesen beszéltek neked erről? Hát, több fázis volt. Az első fázis az volt, hogy egy csomó ismerősömnek mondtam, hogy a dunaszerdai maffia áldozataival, vagyis hogy a túlélőkkel szeretnék, az érintettekkel szeretnék beszélgetni, és hogy erről írok egy könyvet, és bárki, aki úgy érzi, hogy valamit mesélne arról az időszakról, akkor az jöjjön. És ilyen fura helyzetekbe kerültem, hogy jöttek a barátaim, hogy figyelj, megtaláltam, itt ez a csaj, itt egy telefonszám, ebbe is ebbe a faluba lakik, és akkor megkaptam a című telefonszámát azzal, hogy elmesélték, hogy mi minden történt vele, hogy csoportos nemi erőszak, túlélő, és hogy milyen undorítóan elbántak vele így a 90-es években. És akkor én ott álltam, hogy most ezzel információval mit kezdjek, hogy... és menjek oda, csöngessek be, hogy szia, mindenki tudja a faluba, most megadták a számodat, én újságíró vagyok, bejöhetek? Így életed legnagyobb traumájáról mesélnél? Hogy azért ez ilyen nagyobb bizarr helyzet, és akkor mondtam, hogy ez így nem működik, hogy olyan embereket akarok, akik ők úgy döntenek, hogy elmesélik a történetüket, hogy ilyen tiszta sor legyen, hogy... És akkor erre így felhasználtam a Facebookot, írtam egy sima posztot, hogy pár mondatban, hogy én ki vagyok, és mire vállalkoztam, aki úgy gondolja, az jöjjön, és beszélgessünk, vagy csak meséljen, és majd valami ebből lesz. És szerintem ez a egyenes beszéd, vagy ez a... Hát szerintem az mindig kifizetődő, vagy az mindig jó, hogy az ember őszinte, hogyha nincs... Nem én teszem be így a csukódó ajtó és a küszök közé a lábamat, és én nem furakodok oda, ez nem egy valóságsó. Ha te úgy érzed, hogy mesélni róla, akkor gyere is mesélj. Ha nem, akkor nem. És hány emberrel nagyjából sikerült így beszélned, vagy hányan jelentkeztek neked? Hányan kezdtek el beszélni arról, amiről eddig talán soha senkinek? Hát most már ilyen több körre osztom ezt. Ugye volt első kör az, akikkel akkor találkoztam, miután feltettem ezt a Facebook posztot, és az ő történeteiből született a regény. Aztán volt egy másik kör, akik így a könyvet elolvasva döntöttek úgy, hogy megosztják a történetüket. És most már az van, hogy a Víg Színházba bemutatták a színházi színpadi adaptációját, és akkor most jött egy ilyen extra kör. Hát több száz, nagyon sokan. De nem csak nők voltak, így a javarészt nők, most ilyen 90% vagy 80 valamennyi, de ezt csak így fejből mondom, de kb. Ez volt az arány. És hogyan dolgoztad össze egyé ezeket a történeteket? Mert ugye három nőt emeltél ki, ugye az egyiknek a fia volt a mafiózó, a másiknak a szeretőjét gyilkolta, meg a lány pedig ugye csoportos nemi erőszak áldozata lett, és hogyan sikerült így egy személybe becsűríteni ezt a sok történetet korosztályonként egy személybe? Nehéz most így erre válaszolni, nem tudom, ugye az volt, hogy volt egy olyan időszak az életemnek, hogy ezekkel a nőkkel megérintettekkel találkoztam, leültünk kávézókban, játszótereken egymás mellé, és akkor meséltek, voltak, akikkel beszélgettem, voltak olyanok, akik csak úgy leültek, elmondták a történetüket, és felálltak, és elmentek, voltak olyanok, akiknél úgy éreztem, hogy visszakérdezhetek, voltak olyanok, akikkel többször is találkoztam, és azt vettem észre, hogy vannak olyan sztorik, amik ismétlődnek. Az, hogy egy fiatal lány
ment a buszra, és a busz megállóban elkapták, és maguk, és a mafiózók magukkal vitték, vagy iskolába menet, vagy iskolába hazajövet, vagy nem tudom, a város különböző helyein, hogy boltba ment, vagy ide ment, vagy oda ment, és akkor jött egy autó, betuszkolják, magukkal viszik, és ilyen csoportos nemi erőszak áldozatai lesznek. Ez ismétlődött, hogy ebből sok volt, nagyon sok volt. És valahogy ezt tudtam, hogy meg akarom írni, az, hogy ez ennyire jellemző volt, vagy ennyire nem csak ilyen egyedi esetekről volt szó, hanem igazából egy jelenségről, ezt valahogy így bele akartam tenni a regénybe. De ugye még annyi kérdés volt így az elején, hogy akkor most riportkönyv, vagy ilyen újságírószerűen, vagy ilyen, de ott meg azokban a falakban ütköztem, hogy a riportkönyvet legalábbis én most úgy gondolom, hogy nem lehet úgy írni, hogy nincsenek ilyen konkrét dolgok, hogy szóval annyira féltettem, vagy annyira nem akartam kiadni semmiféle információt a riportalanyaimról, semmiféle olyan jelet, amiből bármilyen formában ők felismerhetők lennének, hogy most ez a riportkönyves dolgot, ezt pont emiatt így el is. Most, hogyha susmusolni kell, akkor ez nem riportkönyv. Na, ugye voltak ezek a nemi erőszak túlélők, és aztán jöttek az anyukák, akiknek tényleg annyira fájdalmasak ezek a történetek, vagy annyira egy szíven ütött, hogy emlékszem, hogy volt egy ilyen átfedés, hogy egy karácsonyi ilyen Mikulás buli volt a fiamnak az óvodájába, és akkor ott ültek az anyukák, apukák, és akkor nézték a gyerekeket, és akkor a gyerekek énekeltek. És akkor én néztem az én gyerekemet, és ez a, fú, hát a legszebb, hát a legszebben énekel, hát mennyire tehetség, és milyen gyönyörű. És körülnéztem, és ott volt a 25 anyuka, aki ugyanígy nézte a saját gyerekét, hogy úristen, micsoda nagyszerű, milyen zseniális dolog ez. És akkor nyilat belém, hogy ezt hogy lehet elengedni? Hogy van ez az anya-fiú, az anya-gyerek viszony, az annyira erős, hogy annyira anyukák másképp látják, vagy annyira így istenítik a gyerekeiket, vagy annyira ez a határtalan szeretet, hogy anyák azok, akik beszaladnak az égő házba, anyák azok, akik a börtönbe, a tömeggyilkosnak még viszik így kiskanálba a bablevest, mert az édes kisfiam, és hogy ezt, hogy lehet ezt így elengedni, hogy az én fiam már nem az a édes kicsi, aki milyen szépen szavalt nekem az anyáknapi ünnepségen, hanem egy vadállat erőszakol, gyilkol, megveri a szomszédot, védőpénzed. Szóval voltak ezek az anyukatörténetek, amiket én nagyon, nagyon erősnek éreztem valahogy, úgy éreztem, hogy ez meg muszáj belekerülni a könyvbe. És ugye voltak azok a fiatal fiúk, akik közül sokan eltűntek abban az időszakban, és valahogy őket is így bele akartam szőni. De ezek már ilyen dramaturgiai megoldások voltak, hogy ez ilyen sok-sok agyalás után jutottam el ahhoz, hogy akkor legyen három nő, akkor legyen egy lépcsőház, lakjanak egymás fölött alatt. Hány évesek legyenek, legyen mind a három más generációból. Ugye, ezen a ponton már teljesen elengedtem azt, hogy ez most egy ilyen riportkönyv, ami ragaszkodik ahhoz, hogy konkrét helyszíneken, konkrét embereken mi történt, inkább ilyen átfogóbb, egy időszakról akartam írni három nő életén keresztül. Szándékosan választottad azt, hogy akkor ők most egy lépcsőházból lesznek? Azt tetszett ez a blokk. Ez szerintem az annyira meghatározó. Somorján ugyanúgy, hogy én kertes házban nőttem föl, de amikor jártunk a blokkos osztálytársainkhoz, lifttel föl le, hogy annak van egy ilyen nyomott kelet-európai hangulata, hogy nem lehet hozzáérni, mert éppen leköbdösték a hülye gyerekek a harmadikról a liftajtót, és ott van rajta a takony, meg a minden, és akkor mindig ilyen faszjelek vannak fölvésve oda, meg ide karcolva oda, hogy ez annyira így adja magát, hogy ilyen semmi igényesség nincs ezekben a liftekben, és valahogy
nem is tudom, hogyha így a 90-es éveket így össze kellett volna valamivel húznom, akkor biztos, hogy benne van egy ilyen kisvárosi határmenti településnek a 8 emeletes panelje. Meg valahol, hogy ez ilyen tetszett ez, hogy egymás fölött alatt élnek, és mégis csak ilyen érintőlegesen találkoznak, hogy liftben köszönnek egymásnak, vagy hogy neki tudja másikról, hogy hányadikon lakik, meg hogy milyen ruhái vannak, meg hogy itt ez az egyik oldalon ez a pletykálódós közösség, vagy hogy él, nézd már meg, megint újja van, vajon honnan veszi, nem köszönt elég hangosan a gyereke, milyen emberek az ilyenek, és a másik oldalon meg itt semmit nem tudnak a másikról. És említetted ugye, hogy a Vixen háznak most volt a premierje. Hát konkrétan engem az előadás lesokkolt, én annyira hatása alatt voltam, még másnap is, szombat este néztem meg, ahogy kijött, és még vasárnap csak mi. Mennyire voltál jelente ebben a folyamatban, ahogy létrejött az óra? Hát ugye ez egy ilyen abszolút nagy csoportmunka volt, és az ilyen teljesen ketté válik, hogy a regényírás az olyan, hogy ez egy ilyen egy darab személy, aki én vagyok, én kitalálom, hogy mi legyen, én leülök az üres Word dokumentum elé, és akkor én magam írok valamit. És akkor a végén megmutatom pár embernek, aztán van valamilyen szerkesztővel együttműködés, de igazából ez ilyen abszolút one-man show. És a színházban meg ilyen rengeteg ember, hogy ugye színpadon voltak hárman, de onnantól kezdve, hogy rendezőasszisztens, a fénytechnikusok, ugye stream volt, akkor rengeteg ilyen operatőr, hogy így fú, annyira jó érzés volt, főleg így a pandémia közepén, maszkban meg mindenféle tesztek után bemenni ennyi ember közé, hogy úristen, egy ilyennek a része lenni. Hát Kovács Krisztina, ő a Vígszínháznak a fő dramaturgia, vele voltunk kapcsolatban, ő jelentkezett, ő akarta a regényt, és nagyon sokat beszélgettünk, ugye csomó extra történetet is elmeséltem neki, jegyzeteimből, azokat az interjúkat is átmeséltem neki, vagy beszéltük, amiket én készítettem. Ő abszolút alaposan ismerte a sztorit magát, és bocsánat, közben bejött a kislányom. Ja, most már kérdezik. Ja. Zoom nehézségei. Hogy mennyire folytam bele. Na és Kovács Krisztin elkészítette a szövegkönyvet, és sokáig abban voltam, hogy én mindig ilyen kérdés volt, hogy kérjem el, vagy ne kérjem el. Hogy olvassam el, vagy ne olvassam el. És így ott voltam, hogy ezt el kell engedni. Hogy én írtam egy regényt, pont. És a Vígszínház pedig a színpadra alkalmazta. Pont. Hogy valahol ez egy két különböző történet. Az, ami működik regényben, az semmit nem jelent. Vannak zseniális regények, amiket nem lehet színpadra vinni. Vagy nézhetetlen, élvezhetetlen, semmit mondó előadások vannak belőle. És aztán van a másik oldala is. Szóval, hogy én úgy gondoltam, hogy regényt már írtam, azt lehet, hogy tudok, nem tudok, viszont színpadon az, hogy ki mikor, hogyan szólal meg, a teljesen mások a mondatok, az egy külön szakma. Most így okoskodhatnék, és mondhatnám, tényleg az volt bennem, hogy most akkor elolvasom a szövegkönyvet, biztos voltam benne, hogy lesznek olyan részek, amiket a Kriszti kihagyott. Hiszen én írtam meg, nem tudom, 350 oldalas regényt, ez pedig egy, tudom, 1 óra 20 perces előadás. És hát sok minden kimaradt, mármint, hogy epizódok kimaradtak, most akkor mondhatom azt, hogy verhetem az asztalt, hogy már pedig enélkül én nem adom, meg mit tudom, de hogy ez már ilyen kicsinyeskedés lett volna, meg úgy akartam megérkezni a Vígszínházba, ami így sikerült is, és tényleg az volt, hogy ilyen fergeteges élmény, hogy végén vonulok így a művészbejáron, leülök, meglátom a szereplőket, ott vagyok a díszletben, és akkor végignézem az előadást. Így itt tényleg ilyen libabőrös volt a hátam, meg így zokogtam egész végig, meg nevettem, meg annyira örültem, meg annyira szomorú voltam, meg annyi érzelem, emóció volt akkor ott, hogy én nagyon hálás voltam utána így az alkotóknak. Hogy annyira átjött, hogy teljesen más az, hogyha a lerövidített mondatokat használják a színészek, akik jó színészek,
hogy így a szövegkönyvet olvasni, ilyen az... Szóval az volt a kérdés, hogy mennyire folytam bele. Az elején így az egésznek az ívét, meg így a háttértörténetet azt én adtam, és aztán ebből a Pacolai Béla rendező, meg a csapat készítette a színpadi változatot. Egy kérdés érkezett közben csetben, úgyhogy azt most gyorsan fel is tenném a Muhadorkától, hogy a szövegeidben mindig azok a legerősebb részek, amikor pár fős jelenetek, beszélgetések vannak, meg alapvetően szerintem filmszerűek a könyvek, történetek. Nem tervezel írni drámát vagy forgatókönyvet? Hát ugye a regényírásnál az ilyen tiszta sor. Megírom a regényt, kiadom, aztán aki akarja, megveszi és elolvassa. És ilyen szempontból én ilyen magányos farkas vagyok, hogy ezt így tudom, ezt így az embereknek felkínálom, ha viszi, nem viszi. De hát most így a színház kapcsán is láttam, hogy olyan sok ember döntése teszi egységessé az egészet, meg hát a film, Jézus Mária, a mostani ilyen magyarországi filmes viszonyok mellett nagyon sok olyan forgatókönyvírót ismerek, akik zseniális dramaturgok, nagyon értenek a történet meséléshez, és mondjuk portások, meg bolti eladók voltak, meg pincérkedtek. Úgyhogy nem. Egyébként jó, hogy itt felmerült ez a film, mert ugye megvásárolták a filmesítési jogait is ennek a könyvnek. Erről esetleg valami, mikorra várható ez a film, vagy valami hasonló információk esetleg? Hát ugye egy filmnél rengeteg szereplős az egész történet, az, hogy van egy rendező, az azt jelenti, hogy van mögötte kismillió producer, ilyen kreatív, olyan kreatív, mindenféle alapok vannak, honnan pályázni kell a pénzt. A pénz mindig kevés, mindig sokkal többre lenne szükség, mindig valamilyen kompromisszumokat kell kötni. Meg ez a magyarországi, meg a szlovákiai magyar, meg a kelet-európai filmes világ, mint mondjuk az irodalmi világ is, minden más, ez is ilyen nagyon belterjes, mert mindenki ismer mindenkit, mindenki már egyszer valakivel dolgozott, valakit már átcseszett, valami már történt. Szóval, hogy annyi, az is egy ilyen külön regénté. Külön regénybe lehetne foglalni azt, hogy minden történt, meg hogy alakultak a dolgok utána. Hát most remélem, hogy jó kezekben van a könyv, és remélem, hogy jó film lesz majd, ha lesz. Még ezt azt még így elmesélem, mert én erre nem voltam felkészülve, és én soha semmi ilyesmit nem hallottam. És elég ilyen naív voltam, és belementem a dolgokba, és azért most így, ahol lehet, megkérdezik, azt így elmondom. Ha megjelent a Rendes Lányok, akkor felhívott egy nagyon nagy nevű rendező, és akkor elmentünk, találkoztunk, és jött vele a nagyon nagy nevű producere, amit én így kb. Összepisíltem magam, egy ilyen nagyon puccos belvárosi budapesti helyen ettünk, hogy etettek így mindenféle drága dolgokkal, és aztán hasonló konstrukcióban megkerestek mások is, ugyanazt akarták, hogy elém nyomtak egy papírt, hogy kapok kb. Pár morzsát, legyen az nekem elég, legyen nekem elég az, hogy ilyen nagy emberekkel találkozhatok, mint ők, de igazából lemondok mindenről, hogy ők ebből filmet csinálnak majd, de aláírom azt, hogy minden, ami a én regényemben meg náluk egyezik, az csak a véletlen műve, soha nem beszélek a médiának, a közösségi felületeim, meg pláne, mi nem is találkoztunk igazából, és tőrűrűrűrű. És hogy ez ilyen, ez valóság, ez igen, most már ismerek hasonló történeteket megélt írókat, akikkel tényleg ilyen görény módon megpróbáltak kicseszni. Jó, hogy ezt megosztottad velünk, szerintem. Nekem nagyon meglepett, hogy már ennyire előre jár az idő, úgyhogy én rá is kérdeznék az utolsó regényedre, a Városi Rókákra. Nekem ez most konkrétan egy elég friss olvasási élményem.
ugye Brüsszelhez kötődik, illetve Gömörhöz, és Csallóköz is van benne. Ez a brüsszeli téma abból adódott, hogy most kint éltek Brüsszelben. Igen. És gondolom, akkor ott találkoztál ezekkel az élethelyzetekkel, és így jött ezt is. Igen, úgyhogy nem tudok kimászni, mert nem tudok szabadulni abból, hogy én újságíró vagyok, hogy az alapszakmám, hogy minden érdekel, ami körülvesz, és sok kérdésem van, és ez az igaz, hogy soha nem tudnék mondjuk ilyen disztópiát írni, vagy soha nem tudnék olyat, ami más bolygón játszódik, vagy más időben, vagy most nem a történelmi regényekre gondolok, hanem mondjuk én jövőben játszódó sztorikra, hogy nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy mi az igazság, meg hogy mi van valóban úgy. És akkor kiköltöztünk Brüsszelben, kijöttem 3 kisgyerekkel, és akkor az a világ, ami így körülvett, az így annyira izgalmasnak tűnt, hogy döntöttem, hogy akkor ezt én most így valamilyen formát találok neki, és megírom, és akkor mondja, már bevált ez a 3 nő monológ, akkor ezt most használjuk fel ismét. Ebből volt ilyen irodalmi viták, meg ilyen, nem tudom, irodalmárok mondták, hogy ez már milyen izé elcsépet, hogy kétszer ugyanaz a szerkezet. Hát, nem tudom. Aztán egyik másik ilyen ismerősöm mondta, hogy hát igen, győztes csapatot nem cserélünk le. Most én nem akarok nagyképű lenni, és ilyesmi, de hogyha működött így könyvformában a szerkezet, akkor miért kéne valami mással experimentálni? Majd lehet, hogy eljön az a idő, amikor ilyen nagyon kísérletező leszek. Mostam az van. És hát ugye itt voltunk Brüsszelben, egy csomó mindent láttam, megismerkedtem a jópásztor nővérekkel, akik olyan nőket, olyan prostituáltakat karolnak föl, akik, és tartanak nekik védett házakban. Elnézést, ahogy most már így közeledünk a lefekvési, alvási időhöz, én is kezdek fáradni, és a szavakat így alig találom. Szóval, hogy védett házakat működtetnek ezeknek a nőknek, ők voltak kapcsolatban a rendőrséggel, ők voltak azok, akik így jártak tárgyalni a nagy EU-s intézmények képviselőivel, és hát ugye nagyon sok kelet-európai nő, nagyon sok magyar sorsot ismertem így meg, ezek mind ilyen iszonyatosan meggyötört testű nők voltak, nagyon fiatalok, ilyen 10-20 évesek, akiket így átvertek, becsaptak, és egészen Brüsszelig jutottak, és valahogy ezt meg akartam írni. Meg tetszett az, vagy nagyon izgalmasnak találtam, hogy itt ez a város, aminek ilyen sok rétege van, hogy egyik oldalon itt van az, hogy brutálisan drága cipőkbe járnak itt körülöttem az emberek, meg a táskáik, meg a körömlakjaik, meg a ruháik, meg így az egész egy emberen ennyi sok pénz, meg ennyi minőséges anyag van, és akkor ezzel szemben meg itt van a városnak egy olyan rétege, ami papírok nélkül működik, hogy találkoztam olyanokkal, akik még 10-20 éve Brüsszelben úgy élnek, hogy nincsenek adataik, nincsenek dokumentumaik, és akkor mindenféle ilyen piacokon ilyen háttérszemélyzet, vagy éttermek megmosogatnak, és hogy hogy lehet így, milyen élethelyzet az, vagy milyen állapot az, milyen mentális állapot az, amikor az van benned, hogy te nem tartozol, nem téged bármikor elküldhetnek, de mégis így csak itt van lehetőséged, és tovább kell menned egyik napról a másikra. Szóval ez is nagyon érdekelt. Meg hát így a magyar közösség, hogy ez nekem ilyen nagy sok volt, hogy lehet Brüsszelben úgy élni, mintha Magyarországon, vagy én Szlovákiában lennénk, hogy abszolút magyarul, hogy magyar mosógépszerelő, magyar autószerelő, magyar fodrász, manikűr, orvos, magyar iskola, magyar óvoda, március 15-én közös koszorúzás, és hogy abszolút, hogy ez így, ezt is ilyen izgalmasnak találtam, hogy elmész valahová, ami teljesen más kultúra, és mégis így megtartod a sajátodat, és ilyen fúgkal körömmel. Harcsapaprikás és nokedlis, uborkas halátás, ilyen életet lehet folytatni, úgyhogy Brüsszelben nem eszel sushit.
És akkor ez mind így belekerült a városi rókákba. Még lesz ehhez kapcsolatosan egy kérdésem, de érkezett egy kérdés csetben is, úgyhogy azt először olvasom, Janai tervezed, de valamelyik könyvednek a folytatását, hogy alakultak a sorsok, és itt például azt hozta fel, hogy Városi Róka 2. Így ezzel kapcsolatban így elmesélem az én ilyen nem olvasói élményemet, de tavaly megnéztük a Kalifátus című sorozatot, ez ilyen nem svéd minisorozat volt, azt hiszem a Netflixen, és annyira benne voltam, annyira izgalmasnak találtam az egész settinget, a történetet, minden igazából arról szól, hogy Svédországban tini lányokat hogyan szerveznek be. Hogy így az ISIS-nek, ISIS-hez csatlakozzanak. És így megnéztem, és csomó kérdés maradt utánam, és akkor így elkezdtem pötyögni az interneten, és akkor a rendezővel láttam egy interjút, amiben feltették neki ugyanezt a kérdést, és ő meg így mondta ilyen fapofával, hogy ja, hát neki ez most már, ezt már így lezárta, és sokkal izgalmasabb most már ilyen új projekteken gondolkodni. Én meg így, ugye nézőként, hát hogy tudta azokat, hogy hogy tud így élni, hogy most akkor nem tudjuk meg, hogy mi lesz ezzel vagy azzal, hogy ezt így nem lehet nyitva hagyni. Nem tudom, nem. Én már elengedtem a városi rókáimat. Azt hiszem, hogy őket már lezártam, szerintem most már mindenki valamennyire révbe ért, meg próbáltam ilyen pozitív véget írni nekik, vagy eléggé így a saját körülményeikhez képest a lehető legjobban ért véget a sztori. Úgyhogy most már tőlük így elbúcsúztam. Azt válaszolta, hogy köszi, akkor várjuk az új projekteket. Nagyon köszönöm. Egyébként pont erre akartam rá kérdezni még, hogy nem akartam hinni először a figyelmét a hallgatóknak, hogy spoilerezni fogok. Hogy miért választod azt, hogy végül is ezt a jó végkicsengést választod? Mert ugye ott van a végén, hogy ez a ritka eset, hogy így végződik. Mert így elsősorban olvasó vagyok. Nagyon sok könyvet olvasok, és így a könyvekkel. Jó, tudom, hogy ez most ilyen eléggé, nem tudom, hogy hangzik, de nekem tényleg az van, hogy az időm véges, egy csomó könyvet olvasok, és még nagyon érzékeny ember vagyok, és olyan könyvet teszek le, amin a vége nyitott, vagy pedig még a nagyon ilyen tragikus sorsú emberek még tragikusabb véget érő életet, vagyis hogy úgy fejeződik be az egész történet, hogy itt egy nagy tragédia és az igazságtalanság győz, az engem így napokig úgy bánt, vagy úgy, meg hogy én ezt nem akartam így saját magammal se, hogy valahogy mindig ez a ilyen, nem tudom, ilyen végletekig optimista vagyok, hogy de csináljuk jobban, vagy mutassuk meg, hogy lehet ebből kijönni, hogy ez kifejezetten így az összes aktivistának, meg az összes ilyen segítő szervezet képviselőjének feltettem ezt a kérdést, hogy oké, most itt vannak ezek a prostitúcióra kényszerített nők, itt vannak ezek az áldozatot túlélők, most akkor kijöttek ebből az egészből, na de most mi lesz, hogy ebből, ezt hogy lehet most itt sínre rakni, hogy arról is beszéljünk, hogy van valami rózsaszín lila ködött a végén, hogy van értelme. Jó, hogy ezt így elmondtad, mert én pont ezen gondolkoztam a végén már, hogy a vége felé tartottam a könyvnek, és láttam, hogy már nem csak oldal van, és hol lesz a csavar is, de annyira jó, hogy ezt most így kifejtetted, hogy azért, mert hogy megmutass azt, hogy igenis. Be lehet ezt hozni, az egészet. A Városi Róka már a saját kiadóban jelent meg, hogy mi motivált arra, hogy létrehozz egy saját Piros Hó a neve, és még egy kérdést, hogy így a kettőre egyszerre hátra tudsz válaszolni, ne haragudj, hogy miért épp Piros Hó lett a kiadó neve. Hát, hogy miért döntöttem úgy, hogy saját kiadás alatt? Mert szerintem sokkal egyszerűbb így a mai világban, hogy most már semmit nem lent az, hogyha meglátsz egy nagy múltú, nagy nevű kiadó logóját egy könyvön, az most már semmilyen minőségi jelzőt nem jelent. Szóval, hogy nagy kiadók
fontos emberekkel, nagy szerkesztőkkel olyan pocséglackokat kiadnak, és ugyanúgy megtörténik, hogy a csúnya borítójú no-name magánkiadásban viszont megszületnek olyan alkotások, amit így elolvasol, és így le van döbbenve. És ez nem egy magyar jelenség, hanem ez abszolút most már ilyen világjelenség, hogy a kiadónak most már nincs olyan nagy szerepe, most már a nyomdákkal simán felveszi akárki a kapcsolatot, arának olcsón lehet nyomtatni, hogy ez már nem privilégium. És úgy gondoltam, hogy tudom én ezt egyedül is, hogy el tudom dönteni, hogy mi legyen a cím, talán kicsit jobbat is tudok adni, mint a szlovákul szeretni, talán olyan borító tervezőt választok, aki nekem tetszik, olyan szerkesztővel dolgozok együtt, és az nagyon fontos volt, aki nekem tetszik. De Kovács Krisztivel dolgoztunk együtt, aki a Vixináznak ugye fő dramaturgia, és tényleg olyan érzésem volt az előző szerkesztőimnél, hogy hát, hogy nem tettek bele annyi időt, energiát, mint amennyit beleteltek volna, hiszen én csak egy projekt voltam a sokból, és hát itt úgy éreztem, hogy itt vannak ezek a szövegek, amikkel így évekig elszöszölök, akkor aztán menjenek méltóan a maguk útjukra. Én abszolút úgy érzem, hogy ez most már semmit nem jelent, hogy valami nagy kiadónál, vagy kis kiadónál, vagy ilyennél, vagy olyannál jelentik meg. A szöveg minőségére semmilyen hatása nincs. Az, hogy jut el az olvasókhoz, az... azt is most már egy szerző tudja saját magának szervezni, megmenedzselni. Vannak a terjesztők, most úgyis minden zárva van, nincsenek könyvesboltok, úgyhogy úgyis minden interneten megy ott, meg ilyen Google Analytics, meg ilyen, mit tudom, ilyesmik kellenek, ami ez egy informatikus ért. Szóval lehet ezt egyedül is csinálni, hogy nem kell ez. Meg hát ugye az anyagi része, hogy az ember eldönti, hogy kiadja maga, akkor az azt jelenti, hogy egy könyvből a bevétel az hozzámegy, és nem osztódik 150 ezer helyre, és nem a kreatív producerek, akik szlovákul szeretniszerű címeket találnak ki, azok nem veszik el a lóvé nagy részét. Ugye ez kicsit ilyen öntudatra ébredés, meg nem engedem, hogy akármit lenyomjanak most már a torkomon, meg hülyítsenek a 40-es, 50-es drága öltönyös férfiak. És miért lett akkor végül piros hó? Na, és a piros hó, ugye sokáig gondolkodtam azon, hogy ha egy saját kiadó, akkor valamilyen iszigatosan frappáns menő név kell, és akkor gondolkoztam, hogy ilyen lokális dolgokban valami pressz legyen benne, hogy ez mégis kicsit ilyen újságírós, kicsit ilyen médiás, és kitaláltam azt, hogy iszigatosan kreatívan, hogy Iszter Press, ugye Iszter az Duna, és az Somorján, ugye innen Duna mellett nőttem föl, nálunk volt a Iszter gyár a szociban, mai napig van Somorján az Iszter busz megálló, és hogy akkor legyen Iszter Press, fú, milyen kreatív vagyok, beírtam így a Google-ba, és kijött kb. 150-60 milliárd. Ilyen iszonyatosan sok Iszter Press, mindenféle Iszter Press van, és akkor oké, ezt engedjük el. Akkor jött, hogy mi lehet még, és... van Szlovákiában egy olyan kiadó, aminek az volt, hogy Zöld Kandúr. És nekem annyira megtetszett, hogy van benne, hogy kicsit ez így a sznopságnak bemutatás, hogy nem minden ilyen latinból átvett, ilyen-olyan megközelíthetetlen, mi iszonyatosan nagy intellektuellek vagyunk, és Zöld Kandúr, hogy az ilyen, az úgy bár, az a vagánynak kell lenni. És nem azt akarom mondani, hogy nyelvemben volt, hogy tökösnek kell lenni, de hogy valahogy ez úgy az kell hozzá, a Zöld Kandúrhoz. Na és akkor egyik este, amikor már tényleg az volt, hogy holnap már tényleg megy a nyomdába, és kell neki valami kiadó, hogyha most rá akarjuk tenni a borítóra, akkor felbontottunk a férjemmel egy üveg bort, és akkor így ez a, mi legyen. És akkor jött, hogy piros hó, és hogy basszus, mennyire jó, hogy ez egész életemben azt hallottam, hogy úgyse sikerül. Hogy annyiszor rezonált ez, hogy különböző élethelyzetekben, hogy úgyse fogom tudni megcsinálni, ugyan már szárjak le a magasról, ne legyenek nekem ilyen nagy rózsaszín elképzeléseim, meg hogy ezek ilyen, mind ilyen tini álmok, ezt is ilyen gyakran megkaptam, hogy ilyen tini lányok szoktak ilyesmikről álmodozni, hogy ez már ilyen too much, meg hogy másoknak se jössze, meg senkinek se sikerült, akkor nekem miért pont, és miért akarok éppen oda menni, és miért így akarok élni, és miért...
És mindig ez a ma úgyse jön össze, tudod, mikor jön össze, majd ha piros hó esik. És az annyira, hogy úristen, esik a piros hó. Nekem saját kiadóm lesz, én fogom kiadni a könyveimet, én mondom meg, hogy mi legyen, hogy hány példányban, hova menjen, milyen boltokba. Én vagyok a saját magam főnöke, ura, senki nem fog körülöttem így belepicsogni semmibe. Hogy ez ilyen... hogy sikerült, hogy meg így nem csak az én történetem, hanem úgy érzem, hogy azok a sztorik, amiket én feldolgoztam, mondjuk így rendes lányok esetében, hogy ők a nagy része erről soha senkinek nem beszélt, hogy ők tényleg úgy érezték, hogy ők nem kapnak feloldozást, vagy senki nem fogja őket megérteni, vagy hogy ez nem a 90-es évek narratívájának a része, hogy ők milyen áldozatok voltak, hogy ők is áldozatok voltak. És hogy itt vagyunk, de ott nem, kiadtuk. Most a Víg Színházba játsszák, nagyon sokan elolvasták, most mennek a fordítások. Lehet még, hogy film is lesz, és basszus, tényleg hull az a piros hó. Gratulálunk a piros havathoz. Nagyon szép lett. Köszönjük. Még annyit akarok így zárásként, hogy visszautaltál a rendes lányokra. Milyen érzéseket váltott ki belőled, amikor így beszélgettél az interjú lányokkal, vagy hogyan tudtad aztán ezt az egészet feldolgozni, vagy mi segített ebben? Nem tudom, hogy konkrétan mi segített. Azt tudom, hogy az is sokkal javította akkori ilyen kedvemen, hogy erről tudtam beszélni, hogy én író-olvasó találkozókra jártam, és akkor így elmeséltem újra és újra ugyanazokat a sztorikat. És van ennek a kimondott szónak szerintem egy ilyen gyógyító ereje, most nem akarok ilyen spirituális, na mindenféle volna, de hogy azért sok kultúrában, sok vallásban ez a mondjuk a gyónás, hogy kimondod a bűnöd, vagy kimondod azt, amit bánt, hogy annak van, hogy ez felszabadít, hogy az segít, hogy az gyógyít. És rám ez abszolút igaz volt, hogy találkoztam ilyen irodalmi esteken, vagy író-olvasó találkozókon érintettekkel, vagy olyanokkal, csak egy könnyet olvasták, és ők is megosztották a történeteiket, hogy ők is kimondták, én is kimondtam újra, hogy ez nekem, ez abszolút ilyen gyógyító ereje volt, és én ezzel nagyon sokat foglalkoztam meg, én ezen így kattogtam, hogy hogy lehet így élni, hogy lehet így visszajönni a mindennapokban, hogy ott voltak a gyerekeim, ott voltam a budapesti életünk, hogy leszek én ugyanolyan anyuka, mint mondjuk azelőtt voltam. Hogyan tudom élvezni a nem tudom, dunaparti drága koktélt csak úgy egy szép ruhába. Hogy tudunk csak úgy élni bele az életbe mindenféle felelősség nélkül ilyen sztorik meghallgatása után. És annyira ezen kattogtam, hogy felkerestem Zoltán Gábort, aki egy író, a 12. kerületi lakos, aki megírta a 12. kerületi nyilasok történetét, az Orgia című könyvében, és aztán írt a szomszéd lett a következő könyve, de hogy hát ő meg úgy élt éveken át, hogy reggel ment nyitáskor a levéltárban, és így iszonyatosan kegyetlen, undorító történeteket olvasott ugye, a levéltári jegyzetekben egészen zárásig, 5 óráig. És akkor így nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy mi hozza vissza az embert, az írót a normál világba, hogy lehet ezt így, ezt a történetet elengedni, vagy hogy így szabad útjára bocsájtani. És nincs ilyen konkrét válaszom. Ez biztos, hogy nem véletlen, hogy annyi háborúsodósító lesz alkoholista, meg drogos, meg öngyilkos, hogy hazajönnek azokból a borzasztó helyzetekből, és akkor itt vannak, és mindenki mondja nekik, de hát örülj, hogy milyen jó neked, hogy tudsz enni, be tudsz menni egy pizzériába, bármit meg tudsz rendelni, itt vannak a gyerekeid, mindenki egészséges. De hogy ezt így, hogy van az a világ, meg ez, és a kettő között csak 2 óra repülőút van, az azért így fejbe nehéz helyre tenni. És nekem ez a kibeszélés, ez így nagyon, hogy így mindent így kiadtam, és hogy valahogy azt éreztem, hogy én engedem, hogy így átmenjen rajtam. Hogy befogadom ezeket a sztorikat, aztán leírom, meg így az előadások alatt, hogy elmesélem. És hogy érzed, hogy a
milyen fogadtatása, vagy milyen hatása van a könyveknek, hogy dőlnek azok a tabuk azért, és elindult ebben valamilyen párbeszéd. Alapból csak beszéd. Délni kezdtek erről az emberek, ugye. Kimondott szónak ereje van, ahogy mondtad, és segítette ez azokon az embereken, hogy így kimondták ezeket a dolgokat. Hát biztos, hogy ez egy ilyen nagyon összetett kérdés, meg nagyon összetett válasz, és ugye individuális történetek vannak. Szerintem már azzal is így sok minden előre mozdult, hogy kimondtunk ilyen dolgokat, hogy Dunaszerdahelyen csoportos nemi erőszakot követtek el nőkön. És ez bűncselekmény. És ez a nőknek rossz, mert nem tudják feldolgozni. És ilyen alapmondatokat kellett kimondani. Alapmondatok kerültek végül bele a könyvekbe is, hogy elolvasták olyan férfiak, több is, aki elkövető volt. Mármint olyan férfiak, akik ilyen csoportos nemi erőszaki szakos éjszakákon így ott voltak, és akkor ők is beálltak a sorba. És többen mondták, hogy azért ez nem volt olyan nagy dolog, meg hogy ezek a csajok most mennyire oda vannak, de hogy igazából sokkal rosszabbul is járhattak volna, hiszen hány férfi, meg hány ember megöltek, meg megkínoztak, meg elvágták a torkukat, meg ilyen borzalmak. És aztán így a beszélgetések, meg így a könyv, azért is szóval nagyon fontosnak tartottam, hogy mondjuk azt a csoportos nemi erőszak jelenetet ilyen nagyon naturalisztikusan sok oldalon keresztül leírjam, hogy pontosan ezek ott történtek. Vagy mondjuk a városi rókákban leírtam azt, hogy mit érez egy prostituált, amikor ott van egy pincébe bezárva, és akkor oda jön egy férfi, és fizet 50 eurót. Hogy ezt magyarázzuk el a férfiaknak, hogy mi van a másik oldalon. Az egyik oldalnak a történeteit ismerjük, hogy hány olyan film van, regény, meg minden, ami azt dolgozza fel, hogy van a útját vesztett író, vagy szereplő, és akkor elmegy egy prostituálthoz, mert hogy az ő bohém lelkének éppen akkor az kell. És nézzük meg a másik oldalon levő sztorikat is. Szóval nem tudom, válaszoltam a kérdésedre, vagy hogy mi volt a eredeti kérdés. Szerintem igen. És utolsó kérdésem, aztán átadom a terepet a többieknek, nyugodtan kérdezzenek. Hova tovább? Mik az új projektek? Vagy vannak-e új projektek? Abszolút van. Vannak ötletek, meg projektek. Hát a COVID az most így nem sok mindenkinek kedvez, vagy hát így az embernek így sokat kell ezen. De biztos, hogy szeretnék jó könyveket kiadni, szeretnék nagyon erős női történeteket ilyen piros hó logóval ellátni, és azt az olvasókhoz eljutatni. Szeretnék még én is írni. És annyi sok másik oldalról, annyi sok férfi történet van. Hogy most azt hiszem, most egy ilyen időket éljük, hogy nők itt kinyitották a szemüket, és most van ez az idő, amikor már nőknek a torkán nem lehet lenyomni azt, hogy a női történet, a nőknek való irodalom az, mert a nők azt szeretik olvasni, ez a csiklit, ez a tudod, ilyen csúnya, színes, grafikás, tengerparton fagyit nyaló nők, és arról szól, hogy a férfi gazdag volt, a nő meg szép. Na ez szerintem erre volt egy ilyen óriási lázadás, hogy ez nem nőknek, ez senkinek nem való hülyeségek, és ez nekünk most már nem kell. De hát akkor most már saját magunknak kell definiálni, hogy mi az, amit mi akarunk. Úgyhogy igen, sok projekt van. Most újra bezárják az iskolákat, ovikat, ami most ezen az egész businesswoman dolgon nem segít. Na de most nem... meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Jó, én részemről nagyon-nagyon szépen köszönöm a kimerítő válaszokat és a tartalmas beszélgetést, és már jelentkezik is Zsófi, úgyhogy én átadnám neki a szót is. Köszönöm még egyszer. Én is, Csilla. Köszönöm.
Köszönöm, Csillus, és köszönjük, Katka, hogy itt vagy velünk. Én most nem a látjátok, hogy szakkol is szerepemben is itt vagyok, de most nem abból fogok kérdezni. Egy személyesebb kérdésem lesz, de fölmerem tenni, mert kommunikálsz róla a szociális vagy a közösségi hálón is, és sokszor elhangzott az, hogy mi a férfiak szerepe ebben, meg aztán elhangzott az, hogy mondjuk a kiadónak a neve úgy jött, hogy a férjeddel egy bor mellett ötleteltetek, és hogy azt sem titkolom, mert hogy így utána keresett, hogy én a férjeddel pont dolgoztam, munkatársak voltunk, és hogy ezt akarom megkérdezni, hogy én láttam egy képet arról, hogy ti hogy működtök családként, vagy hogy működtök partnerekként, és hogy abban, mekkora sikereid vannak, vagy hogy az, amit te nőként meg tudsz csinálni, hogy nekem borzasztóan inspiráló, és hogy mindebben keresem azt is, hogy akkor hol van az a társ, aki ebben partner tud lenni. És hogy erre azért szeretnék rákérdezni, hogy itt vannak sokan szakkollégisták, fiúk is, és hogy nekem ez az egyik ilyen feminista, nem is tudom, misszióm, hogy beszéljünk arról is, hogy társakként vagy partnerekként hol van a nőknek meg a férfiaknak a szerepe, és hogy te ezt hogy látod, vagy ezt egy kicsit kinyitnád-e nekünk? Hát én 37 éves vagyok, és az én generációm, hogyha mondhatok már ilyet, az én barátnőim ismerős körömben az az általános leosztás, hogy a férfi és a nő összeházasodik, vannak gyerekek, és akkor a férj megy tovább a karrierében, a munkájában, nagyon sokat dolgozik, hogy el tudja tartani a feleségét és a gyerekét, és anyuka meg az, aki viszi a háztartást, meg a gyerekek körüli dolgokat. És nagyon sok esetben a nő ambícióit úgy értékeli a férj, meg aztán így a szűkebb, tágabb környezet, hogy de hiszen mit akarsz, mindenetek megvan. De mit akarsz te most a gyerekeknek? Gyerekektől veszed el ezt, meg azt a szeretetet. Ők nem nőnek majd föl biztonságos helyen, hogyha te majd ide-oda fogsz utazgatni, meg ezt akarod csinálni, meg megvalósítani önmagad. Hogy egyrészt van egy ilyen, van ez a világ, hogy ez a nagyon, nagyon erősen lehúzó, hogy minden, ami a gyerekek, meg ház, meg család, meg a családi fészek, meg a család melege, meg a otthon melege körül van, az mindig ilyen nővállára teszik, hiszen arról csak ő tehet, meg ő fele. És a másik oldalon meg nagyon sok esetben belefutottam, meg láttam olyat, hogy ilyen egóharcok, amikor az egyiknek jobban megy, és a másiknak kevésbé, akkor azt így megsínli a kapcsolat, meg odamondogatások vannak, meg hogy nehogy Isten a nő legyen híresebb, vagy kicsit több pénzt keressen, vagy hogy azt így nagyon sok esetben az én körülöttem levő férfiak nem tudják kezelni. Mert ugye nem az általános leosztás, hogy a nő sok pénzt keres, és a férfi meg éppen akkor, vagy egy időszakban kevesebbet. És szerintem ez egy olyan dolog, amiről abszolút így beszélni kell. Hogy hiába vannak ambiciózus nők, fontos egyetemek elvégzése után, fontos pozíciókban, hogyha jön ez a családalapítási része a kapcsolatnak, akkor általában a nők azok, akik így hátralépnek. És hát ugye van egy csomó feladat, amit csak a nő tud elvégezni, és aztán van egy csomó feladat, aminek nincs neme. És hát ezek harcok, mert mosogatni mindenki tud, meg mosni mindenki tud. És mondom ezt úgy, hogy most van 3 gyerekem, és volt egy időszak, amikor itt semmilyen segítségünk nem volt, és így elkezdtem írni, hogy én mit csinálok egész nap, hogy semmi látszata nem volt, mert este ugyanolyan kupi volt, mint előző nap, semmi kaja nem volt, tele volt a szennyes, és így állandóan elkészítettem a ételt, megpakoltam az asztalt, megetettem a gyerekeket, tisztába tettem a kicsit, letöröltem az asztalt, és hogy ez igazi láthatatlan munka, hogy nem tudod, mi történt aznap, csak azt tudod, hogy este 7-kor iszonyatosan kimerült vagy, nulla energiád van, hogy nem tudod, mi történik, a gyereket felé se tudsz annyira, ami energikus és feldobott lenni, mert hiszen leszív ez a sok vacak, hogy most 30 fokon mit mosol, meg nyújt, mit tudom én, hány fokon, micsodát, meg ezt kell éppen beszerezni, meg azt. Szóval, hogy
ez szerintem egy olyan része a alkotói létnek, amit férfiak nem szoknak megtapasztalni. Erről így tudnék 3 napig beszélni. Még valakinek valami kérdés? Bátran, egész szabadtan. Próbálom közbeszélni. Hát, ha valaki felemeli a kezét, vagy akár csetben is nyugodtan lehet kérdezni. Nekem még közben az jutott eszembe, hát valakinek eszébe van kérdés, hogy azért nem csak mi adjuk, hogy te ezt kiadtad, hiszen 2020-ban jelölve lettél a Highlights of Hungary-re is. Úgyhogy sok sikert kívánunk, és mikor lesz a kérték? Most csak úgy eszembe jutott, azért nem tudom pontosan, hogy mikor várhatjuk az eredményeket. A Highlights of Hungary? Uh-huh. Az lement. Az már lement? Hú, igen, akkor erről lemaradt. Februárban, igen, amikor ott voltam a gálán Budapesten, és nagyszerű projekteket díjaztak. Így. Kérdéseket továbbra is várjuk még esetleg, ha vannak. Ó, és érkezett. Zsófiától, mennyire érintettek meg a könyvedben ért tragikus női sorsok után elvonatkoztatni? Nagyon. Nagyon. Ez számomra ilyen inspirációs forrás is, hogy hallok egy olyan történetet, amiben annyira mély igazságtalanságot érzek, hogy itt szétfeszít, meg napokig gondolkodom rajta, és a városi rókák esetében sokszor volt ez. Nagyon-nagyon bosszantott. Ugye volt egy olyan szál a regényben, amiben az van, hogy egy gömörű nő, akinek van egy kicsi fia, otthon kell, hogy hagyja, hogy pénzt tudjon szerezni. És úgy jutott el hozzám ez a történet, vagy ahogy én meghallottam, az már az volt, hogy így a környezet abszolút leírtam már, mint hogy ilyen csomó bélyeget nyomtak rá, hogy milyen anya az ilyen, ez az igazi szaranya, ott hagyja a gyereket, én nem lennék rá képes. És akkor annyira igazságtalannak éreztem, hogy ez a nő, aki életbe akar maradni, aki normális körülmények között fel akarja nevelni a gyerekét, valahol ilyen power woman, meg annyira erős, meg annyira keményen benne van az, hogy a gyerekének egy normális jövőt akar biztosítani, és valahogy fel kéne rá nézni, hogy egy társadalmi szinten inkább másik oldaláról kellene megközelíteni, hogy ő az a nő, a nagyon jó anya, aki bevállal mindenféle ócska nyugati munkát, elvégzi azt, amit mások nem akarnak, takarítja mások mocskát, csak azért, hogy tudjon pénzt sporolni, és tudja hazaküldeni. És ez az igazságtalanság érzés, hogy ilyen emberekről beszélünk csúnyán, hogy ilyen embereket mondunk le, hogy így nagyon erősen tudok azonosulni így a szereplőimmel, meg annyira beleillem magam, meg annyira erősen hat rám, meg mindig, mikor ilyen kemény részeket írok, vagy hogy a történetnek abban a részében vagyok, ahol ilyen tragédiák történnek, akkor nem tudok aludni, meg akkor teljesen másképp reagál a szervezetem is, hogy teljesen másképp eszek, más dolgokat akarok megenni, vagy nem vagyok éhes, vagy éppen szomjas vagyok, vagy több kávét akarok, vagy kevesebbet, hogy ha nem a normális üzembe megy. Úgyhogy nagyon megérintenek, meg nagyon együtt érzek velük. Egyébként szándékos ez a gömöri lány vonal. Én is gömörből vagyok, úgyhogy ez úgy kicsit kötődik is. Hogy mennyire, vagy miért épp egy gömöri lány? Vagy hát lényegében kettő, ugye? Igen. Mert a Timi is. Ugye ember, hogy egy író egy szereplőt megalkot, akkor kell, hogy annak a szereplőnek legyen egy életrajza, legyen múltja. És nem volt az elejétől
szándékos, hogy beteszem ezt a gömöri szállat, de ugye kellett, hogy valahol lakjanak ezek a nők, és hol fognak lakni, hogy a Csallóközben azért nem tudtam, vagy nem akartam tenni, hiszen ha mondjuk Csallóközben laktak volna, akkor mondjuk fel tudnak menni Pozsonyba dolgozni, vagy mondjuk elmegy Bécsbe, és akkor ott mindenféle munkát el tud vállalni, és igazából az csak másfél óra, vagy két óra, és akkor már hétvégén haza tud menni. Olyan helyszínt kerestem, ami jó messze van mindentől, ami így ez a régióbeli, ez a földrajzi helye adja azt, hogy neki nincs, nem tud hova menni, hova menjen. Vagy elmen nagyon messzire, és onnan nem tud hazajárni, és nem tud így a gyereke nevelésébe beszállni, vagy nincs B opció. És akkor így jött gömör. Érkezett még egy olyan kérdés Zsoldos Diana, hogy tervezed-e mások könyveit is kiadni Pirocskó kiadóval? Igen, abszolút tervezem. Most sok kéziratot olvasok, meg sok külföldi könyvet olvasok. Fordításokban is gondolkodom, meg magyar könyveknek a kiadásában is. Most az egészet tompítja, meg nehezíti az, hogy nem lesz ovi és iskola. És itt a Covid, és vannak zárva a könyvesboltok. Jó, épp akartam kérdezni, hogy Melinda is akarok kérdezni valamit. Ezek szerint talán nem, hogyha itt némította magát. Jó, vannak-e még egyéb kérdések? Érkezett még egy Markus Emese. Az eddig megjelent könyveidet tervezed újból kiadni a kiadóddal? Erről még nem beszéltem, de akkor lehet, hogy most ez lesz az első alkalom. Újra szeretném olvasni, amit nem szoktam megcsinálni, hogy kiadás után én már nem veszem kezembe a könyveket, hogy így hogyha valaki részletet közöl belőle, azt is így utálnom, vagy így annyira nehéz visszahallgatni a saját szövegemet. De akkor jó, hogy ezt nem csináltam, hogy kezdve szólok, pedig gondolkodtam rajta. Van egy ilyen terv, hogy a Szökés Egyiptomából csinálunk egy ilyen remake-et. Hogy ez egy strandon, mármint hogy Egyiptomban játszódó történet, nem olyan kemény, mármint hogy nem olyan durva, mint az utolsó kettő, hogy kicsit ilyen kulturális rácsodálkodások vannak, és hogy ezt valamilyen cuki kis settingbe belehelyezve, átírva pár dolgot. Meg kell nézni, hogy ez mennyire működik felturbózva, de van egy ilyen. Ugye mindig az volt, hogy mikor a Vixiház kitette a rendes lányoknak a trailerét, és akkor ilyen rengeteg visszajelzés érkezett, és akkor nagyon sok olyan is, hogy oké, szuper, szuper ez a téma, jó, hogy ilyeneket felvállalatok minden, de mégis ebbe a mostani helyzetbe, hogy pandémia van, és ilyen mutattok be, és valahogy így abszolút jogos, nem, hogy annyi szörnyűség, persze, hogy nem lehet gondolkodni, de valahogy, hogy most úgy érzem, hogy ennyi nyomasztó történet után valami könnyedebbet akarok. És akkor így adja magát azt, hogy ott csinálunk egy remake-et. Mondjuk nekem ezzel kapcsolatosan épp az ellenkezőjét éreztem, hogy így megnéztem azt a darabot, meg elolvastam a városi rókákat, és valahol még hallás is voltam, hogy csak emiatt nem szabad kimenni, vagyis csak emiatt nem járhatok el egy, nem tudom, akárhova, mert hogy rócsák, persze ez is olyan dolog, hogy nehéz a helyzet, persze, de hogy azért nem élünk talán akkora félelemben, mint hogyha attól kellene félnem, hogy kimegyek a kapun. Szóval nekem ez mondjuk egy kicsit úgy ráfordított arra a figyelmemet, hogy azért a volt ettől rossz, mint ami most van. Örülök. Akkor jó. De amúgy a rendes lányok után is így eldöntöttem, hogy valami nagyon vicceset írok, valamilyen szitkomokat, valami olyan
könnyen emészthető, valami nagyon nevetséges dolgokat, és aztán rájön az ember, hogy olyan, hogy mi az, ami nevetséges, hogy mi az, ami humor, hogy néha az, ami így a Pintér Bélán darabokat néztem, így utóbbi időben egy csomót, hogy néha a humor után lehet, hogy nevetgész egy kicsit, de aztán valami érzed a fejeden, hogy koppanik a nagy kalapács, hogy így össze van törve, hogy annyira lehet, hogy első pillanatban más a reakció, de aztán meg így nagyon erősen megráz. Szóval nem lehet kikerülni, ahogyha valami hatás, vagy valami komolyat, vagy valamit úgy érzed, hogy nem csak úgy bele a nagyvilágba, akkor azt úgy komolyan kell venni. És még valakinek? Jó, hát akkor én pont igen, pont át akartam adni akkor Zsófinak a szót, és én nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki rászánta a szerda estét erre a beszélgetésre, egész sokan összegyűltünk, úgyhogy tényleg hálás köszönetem a Juhász Gyula Ifjúsági Klub és a Pozsonyi Magyar Szakkollégium nevében mindenkinek, és persze neked, Kati, hogy vállaltad azt, hogy a vendégünk lesz. De, és akkor átadom a szót a Zsófinak. Köszönöm szépen, és köszönjük, hogy itt voltatok, és együtt szervezhettük ezt az alkalmat. Egy utolsó kérésem lenne felétek, résztvevők felé, vagy önök felé. Le fogjuk állítani a feljátszást, és ez már nem lesz rajta a feljátszáson, ami a YouTube-ra kerül, de szeretnénk a Facebook, Insta és más közösségi média csatornáinkon megmutatni, hogy milyen sokan voltunk, és mennyire fontos, hogy erről a témáról is beszélgetünk, és hogy Katkával beszélgettünk. Úgyhogy erre kérnének titeket, hogy aki szeretne rajta lenni a képen, az kapcsolja be a kameráját csak egy kép erejéig, és én fogok készíteni 3 screenshotot, mert hogy 3 oldalnyi résztvevő van itt velünk.